Március 2-án a Majosi sportpályán több százan mérték össze kolbásztöltő tudásukat. Fábián István ötlete alapján testvérével, Fábián Katával és sok segítővel szervezik immár a negyedik alkalommal az eseményt. 2020-ban szerveztük meg először. Egy évet ki kellett hagynunk a Covid miatt, úgyhogy ezért ez a negyedik. Az első alkalommal olyan 20-25 csapattal kezdtük. Az idei évre már 52 csapatunk van. Ez az a létszám, ez az a csapatmennyiség, az az embermennyiség, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, amit még felelősséggel, felelősség teljesen el tudunk koordinálni itt a rendezvényen. Hogy mi az, amit meg tudnánk fogalmazni a Majosi Kolbásztöltő Fesztivál céljaként, vagy mondandójaként, mottójaként, ami rövid, tömör, frappáns, de mégis mindent tartalmaz, ami minket vezérel ennek a rendezvénynek a megszervezésekor. És az idei évre jutottunk el oda a negyedik alkalomra, hogy megszületett ez a mottónk, ami pedig az összetartozás mindenmentesen. És ez alatt pedig azt értjük, hogy mindenmentesen, mint országhatármentesen, mint faluhatármentesen, mint politikamentesen, mint bármilyen hovatartozásmentesen egyrészt, másfelől pedig glutén, tej, szója és ízfokozómentesen, hogy milyen a jó kolbász szerintem. Én úgy nőttem fel egyébként, hogy az én apukám a kolbászt fűszeresen készítette, úgyhogy az én ízlésemnek ez felel meg leginkább. De az, hogy a mai napon a zsűri ízlésének mi fog a leginkább megfelelni, az még ugye a rendezvénynek a rejtélye. A zsűrit idén 6 fő alkotta. Engem fölkért a Fábián Ist és a szervező csapata, hogy a zsűriének a tagja legyek. Hát ez azért van, mert nagyon szeretem a kolbászt. A tavalyi évben részt vettem a rendezvényükön, mint zsűri, és akkor ugye ez automatikusan értetődő volt, hogy akkor idén is fölkértek rá. Nem csak a kolbász íze számít, a zsűri több szempont alapján pontoz, így nem biztos, hogy a legfinomabb nyer. A zsűrinek a szakmai pontozása az egy rendszer szerint működik. Nem csak a kolbásznak az íze és a kinézete számít, hanem a technológia, amilyen módon készül a kolbász, mennyire tisztán dolgoznak, mennyire egységes a csapat. Itt gondolunk arra, hogy a tradicionális öltözetet mennyire hozzák magukkal. Ez nem minden esetben a székely ruhára vonatkozik, hanem magába ugye a vidéki, a falusi ruhatár is ugye ugyanolyan jó tud lenni. Egy a lényeg, hogy egységet képviseljenek. Ami fontos még benne, illetve a tálalásnak a minősége. És ennek az öt feltételnek az összpontszáma adja meg egy csapatnak az eredményét. És az 52 csapatot ugye délután, azt hiszem 4 órakor lesz a hivatalos döntés, és akkor lesz az eredményhirdetés. A bonyhádi székelykör asztalára már a reggelihez is jobbnál jobb falatok kerültek. Ez a reggeli, mert ugye a következő fogás már a kolbász lesz, amit megtöltünk, és reméljük, hogy marad még annak is hely. A zombaiak is szép számmal képviselték magukat, akik reggelire rántott csirkével kínáltak meg minket. A fogyasztónak kellemes legyen, utána többi az nem számít. Tehát eredmény nem lényeg, maga a versenyszellem, meg a barátság. Idén első alkalommal egy gyermekrajzverseny is zajlott, melynek célját Gál Martin Elvíra mondta el nekünk. A rajzverseny ötlete a rendezvény főszervezőjének a fejéből pattan ki, Fábián István volt az, aki úgy gondolta, hogy a gyerekeket közelebb kell hozni a valósághoz, kicsit ki kell rángatni őket a virtuális világból, elhozni őket ide, kicsit gyúrják a kolbásztölteléket, egy kicsit tekerjék meg azt a kolbásztöltőt, és lássák, hogy ez a kolbász az hogyan kerül valójában az asztalra, és ez hívta életre ezt a rajzversenyt. Meglepően sok, rövid idő alatt meglepően sok rajzzal érkeztek a gyerekek hozzánk. Közel 150 alkotás született, 3 korcsoportban hirdettünk eredményt, óvodás korosztály, alsós és felsős korosztályban, és nagy meglepődésünkre és nagyon nagy örömünkre a Bonyhádi és a Mecsek-Nádasdi Gondozási Központ bent lakói is rajzoltak, úgyhogy neki külön ajándékcsomaggal készültünk. Olyan sok csodás alkotás érkezett, hogy nem csak első, második és harmadik helyezést hirdettünk, hanem külön díjakat is minden egyes korcsoportban, plusz még külön díjat kapott a legtávolabbról érkező 2 alkotás, ők kommandóról küldték be a rajzokat, illetve el is jött a 2 kis alkotó.
következő évben a rajzverseny hirdető plakátján, a versenykiíráson az ő alkotása fog szerepelni. Olyan csapat is akadt, akinek áldás a kolbászra volt a mottoja. Bonyhádról a Szeltségben a Városunkért Egyesület képviseletében most 12 fővel vagyunk jelen, de még jönnek délután étkezésre, arra többen jönnek. Meg a pálinkára. Mivel a kolbász ünnepén vagyunk, ezért a Koldi et Orbi, ugye, szenteljük meg, ugye a Szent Kolbász negyében vagyunk itt, illetve jól sikerüljön mindenkinek, illetve megfelelő legyen a íz, illetve az élmény utána mind a kolbász, mind a pálinka hatására. A jó minőségű törött paprika a kolbász lelke. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke szerint. Hát a csapat a legjobb, mondanom se kell, meg a hely is a legjobb, ahol vagyunk, ennyi jó ember között csak jól érezhetjük magunkat. Örülök, hogy a daldunaiak, az erdélyiek is itt vannak, mint tavaly is itt voltak, és a bízom benne, hogy jól érzik magukat, és tényleg maradandó élményekkel mennek haza. Ez a házi paprika, ez az egyik barátom, Robi barátom hozta, úgyhogy hát ez magáért beszél, úgy gondolom, hogy fontos, hiszen azért a mai világban lehet kapni már mindenfélét, mert téglapaprika is van, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez csak emeli rangját a kolbászunknak, amihez jó étvágyat kívánok maguknak is, remélem, hogy eljönnek és megkóstolják. Baráról érkeztünk 22 fővel, fiatalabbakkal és még fiatalabbakkal. Először vagyunk itt a rendezvényen. Csibi Krisztina, a Magyarság háza igazgatónője első alkalommal zsűrizett kolbásztöltő versenyen. Nagyon örültem a meghívásnak, amikor felkért Fábián István, hogy vállaljam el az egyik zsűrinek a szerepét. Nem voltam még a Majorsi Kolbásztöltő Fesztiválon, de nagyon sok jót hallottam róla, és minden elképzelésem lett felülmúlta, hiszen 52 csoport van itt, akik finomabbnál finomabb kolbászokat töltenek, a nagy részét már sikerült megkóstolnunk szemünkkel is, szánkkal is, és nagyon-nagyon izgalmas lesz azt hiszem a végeredmény, mert mindenki nagyon-nagyon oda tette magát. Magas színvonalon működik már az asztaloknak a dekorációja, és nagyon tetszik nekem az, hogy egy-egy nemzetiség, egy-egy népcsoport megjeleníti a saját hagyományai textilekben, tárgyakban. Nagyon-nagyon különleges összeállítások születtek ebből a korondi edénytől elkezdve, nagyon sok mindent látok, ami nem csak a sajátunk, hanem akár Erdély más tájegységeit is ide varázsolta. A lengyel majosi töltelékek 18 fővel érkeztek, és már a jövő évi szettjüket tervezik. De idei ízlésesen elkészített standjuk nyerte a legszebb asztaldíjat a fesztiválon. A kreativitás az a lányoktól származik, megvalósítás meg mindig a fiúktól. Ők megmondják, hogy mit csináljunk, és... De gyakoroltunk lengyelen, ugye? Mert... Igen, mert két hete lengyelen volt, falusi disznóvágás, és akkor ott... Ami megmaradt, elhoztuk ide. Nem, meg hát gyűjtögetünk ugye a régi dolgokat, tehát azért, és akkor... Azért... Milyen gazdáj volt a nyár? Én uram, csak a vizet vissza. Biztosan, így van. Ezt rólunk rajzolták. Igen, meg ugye megpróbáltuk ott elvezetni, hogy hogyan működött régen a disznóvágás, tehát hogy milyen a jó kolbász. A lányok szerint a kemény, jó kolbász. Most úgy készültünk, hogy összeült a kis csapat, és 8 fajta mintád volt, és akkor ki mit gondolt, kisütöttük, megkóstoltuk, és akkor a 8-ból most 3-mal indulunk. Próbálkozunk a mexikói mintával, chilivel. Igen. Angolosan, minden. Pálinkást is próbáltuk. Na meglátjuk, mi lesz a nyerő. Biztos, hogy nyerünk. A versenyre összesen 52 csapat nevezett a környékről, az egész ország területéről, és a határon túlról 8 külhoni magyar társaság. Csicsicsó községet egy baráti csapattal képviseljük. Egy régi focis emlékből, mondhatom így, indult az egész történet, barátaink meghívására érkeztünk a tavaly első alkalommal, most nagy-nagy szeretettel jöttünk az idén is. Gáspári 9 fővel képviselik községüket, és jövőre is szeretnének itt lenni a rendezvényen, mert nagyon jól érzik magukat, és ez egy jó alkalom arra is, hogy ápolják kapcsolataikat a testvértelepülésen élő barátaikkal, a bogyuszlóiakkal. Szerintem egy nagyon színvonalas rendezvény lett, ahogy hallom, évről évre csak bővül, növekedik. Örvendünk, hogy ilyen népszerű lett, és ennyi embert érdekel a
rendezvény. Első helyezett lett a csíkcsicsói külhoni csapat, akik 800 kilométerről Erdélyből érkeztek. A kétféle kolbászt töltöttünk, hogy a kicsit az összetartozást is erősítjük. A barátaink készítettek paprikás helyjellegzetességgel, mi pedig, ahogy mondják itt a sápat kolbászra, hogy nálunk felé készítjük fokhagymásan, só, bors ízesítéssel, kevés paprikával. 11-en érkeztünk a csoportból, hát ugye a szervezettségünk az 65 fő, negyedik alkalommal, tehát minden alkalommal itt voltunk, nagyon élvezzük a szervezést, nagyon jó a szervezés, csak gratuláltunk a szervezőknek, és kívánjuk, hogy még sokáig tudják fönntartani, mert egyre nagyobb az érdeklődés, és egyre jobb a hangulat. Ugyan én úgy tudom, hogy nem kimondottan székely hagyományok őrzésére alakult, vagy kezdték el szervezni, de nagyon örülünk, hogy nagyon kierősödött ez a vonal, a hagyományőrzés, a székelység, a hagyományos ételek készítése. A titkos recept az mindenkinek a saját receptje. Én úgy gondolom, hogy ha valaki a kolbászba netán gyerekkori ízeket, vagy régi ízeket érez, az a legjobb. Hogy melyik a legjobb, ez nagy dolog nincsen, mert ugye alapvető fűszerek, só, bors, fokhagyma, paprika, ezeknek a keveréke, ez szájíz alapján. Az a legjobb, amivel az ember belekóstol, és ízlik, és sokat eszünk belőle. A hagyományos tartási módban más ízűek voltak, ugye, mert talán nem menjünk, de három hónapos disznónak azért más a szerkezete, a húszszerkezete, vizesebb, más ízű tápokkal, nem lehet összehasonlítani, mondja egy régi, most elnézést, de moslékos, tehát krumplival való nevelési technológiában az más volt, netán külső zöld takarmány, ilyesmi, meg hát egy évig tartották az disznót, másfél évig, most meg néhány hónapos. De hát én úgy gondolom, hogy ezek a rendezvények attól függetlenül most talán nem erre épülnek, hanem mégis egy picit bemutatják az ifjú kornak, a jövő nemzedékének, hogy hogyan is készültek a valamikori éléskamra feltöltéséhez szükséges technológiák, mert ugye a disznóvágás az nem buli volt, és elnézést ez a szó, hanem egy fontos része volt a kaja elkészítésnek, az élelem készítésének, és ennek a megfelelő tárolására a spájzba. Sonka, szalonna, kolbász, szalámi, ezek mind érdekes és értékes élelmezési technológiák eredményei. A nagymányoki csapat szerint úgy a legjobb a kolbász, ha előtte és utána is elfogyasztanak egy-egy pálinkát. Enni azt nagyon szeretem, igen, enyhén, csípősen, sütve, mustárral, kenyérrel, savanyúsággal. Ez a jó kolbász titka. 52 csapat van itt a Majosi Kolbásztöltő, most már mondhatjuk azt, hogy fesztivál, hiszen már több egyszerre rendezik meg nem csak a majosiak, hanem a bonyhádiak, bonyhád környékiek. Elsősorban a támogatásunkkal, illetve az önkormányzat támogatásával, de mindazzal a munkával is, amit egyébként az itt ülő emberek összeadtak annak érdekében, hogy mindenki jól érezze magát. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az az erős kapcsolatrendszer, ami Bonyhádot jellemzi a határon túl is, az ezen a kolbásztöltőn is megjelenik. Én magam személyesen egyébként nagyon bánom, hogy nem ehetek semmit, ami itt készült, hiszen bőjtben nem eszem húst, de majd reméljük, hogy egy-két karika a kolbász felfüstölnek, és utána majd megkóstolhatom húsvét után. Madéfalva, a Hargita megyei község 2016. március 15-én Bonyhádon kötött testvértelepülési szerződést a völcségi várossal. Haton vagyunk, az önkormányzatot képviseljük, nem először vagyunk itt, rendszeresen az egész környéken, Tolna megyében rendszeresen visszajáró vendégek vagyunk, hisz nagyon sok székely Madéfalváról származik, akik itt telepettek, ha itt élnek, és tartjuk a kapcsolatot. Próbálunk minél több ünnepen, minél több rendezvényen részt venni, részesei lenni ennek a székely közösségnek. A recept az mindig titok, ez egy madéfalvi kolbász, persze az alapanyag az innen van, tehát a fűszerek és a munka, ma meg a receptúra az madéfalvi. Ugye köztudott, hogy Székelyföldön a paprika nem ős, honos, és nálunk nem igazán paprikáztak valamikor, és ettől kezdve a magyarországi az képes nagyon kevés a paprika, mi fűszer, a többi pedig helyi fűszerekből van megfűszerezve, úgyhogy régi húsörlővel őrölve a fiúk lelküket, minden tudásukat beletették, hogy nagyon finom legyen. Ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy találkozunk egymással, akár kollégákkal itt a Völgységből, hiszen a Völgységi Önkormányzatok társulásában a 25 település együtt a Bonyhádi járásban közösen dolgozunk sok-sok célért, és itt nagyon sok kollega eljött a csapatával és megtisztelt minket.
de vannak itt más kollégák is, hiszen Madéfalva a testvértelepülésünk is képviseli magát, és ők is az ő hagyományos kolbászukat sütik. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos egy ilyen esemény, mert civil kezdeményezésre jött létre a Bonyhád városának egy olyan település részén, Majoson, ami megőrizte a saját identitását, azt a falusi identitást, ami nagyon erős bennük, és a város igyekszik mindenben segíteni őket, amiben keresik azt, amitől egy picit mégis másak, mint a bonyhádiak, bár ugye egy önkormányzat alá tartozunk. Nagyon sok programot szervezek a város élén, tudom azt, hogy mennyi energia, mennyi idő és mennyi fáradtság egy ekkora rendezvényt megszervezni, úgyhogy én szeretném szívből megköszönni a szervezőknek, hogy sok időt és energiát nem kimélve, és természetesen nagyon sok anyagi forrást sem, hogy meg tudták ezt a mai alkalmat rendezni, és ilyen színvonalas, amit ahogy sikerült. A szervezőknek már a jövő évre is vannak ötleteik, és remélik, hogy újra ilyen nagy sikerrel szervezhetik meg a fesztivált.